Azt mondja, a new engine could be coming for F124. Na. Oké. Okay. Jó, csak. Miközben a 2023-as Forma 1-es szezon a Red Bull elkerülhetetlen tisztújítása felé húzódik, a rajongóknak az F1-23-ban izgalmas akciókat kell létrehozniuk. A Codemasters legújabb hivatalos licenszer címe egy nagyon élvezetes versenyjáték, amelyet néhány dolog hátráltat. A legjelentősebb a motorja. Az Ego motort először 2007-ben a Colin McRae Dirt játékban használták, majd 2009-ben először használták a Forma 1-es játékhoz, és még ma is használják. Ez két teljes konzolgenerációt jelent? Nos, az F1-24-jel mindez véget érhet. A WRC nagy változása. A gondolat, hogy az F1-24 más motort használhat, minden versenyző reményeiben és álmaiban él, mióta bejelentették, hogy az F1-23-ban még mindig az Ego Engine-t használják. Jó? A régi motort, valamint az, hogy a játék még mindig PS4-en és Xbox One-on jelenik meg, megakadályozta, hogy a sorozat valóban átkerüljön ebbe a játékgenerációba. Ennek most talán vége. Az EA Sports VRC friss bejelentése ugyanis megerősített néhány egészen hihetetlen dolgot. Először is, hogy utána Codemasters 2023-tól igényt tart a VRC licenszére, a KT Racingtől az új játékot csak PS5-re, Xbox Series X és S-re és PC-re dobja ki. A régi konzolokat hátrahagyják. A másik hír, hogy az EA Sports VRC nem az Ego, hanem az Unreal Engine-t fogja használni. Hoppá! Ez a változás zene a rally rajongók fülének és az F1-es játékosok is már is irigykedve néznek rá. Egy irreális gondolat. Ugye ez. Az Unreal Engine már most is teljes versenyzői pompájában látható az Assetto Corsa kompetícióban. A gyönyörű játék kivételes megvilágítással, fizikával, kezelhetőséggel és mesterséges intelligencia ellenfelekkel az ACC az egyik legjobb versenyjáték, ami manapság kapható. Azt mondja, a gondolat, hogy a Codemasters F1-es játékai alatt ugyanaz a motor dorombolhat, incsiklandozó. Ez megnyitja a lehetőséget arra, hogy alapvető változtatásokat hajtsanak végre a játékon, és eltávolítsanak néhány tartósabb hibát, amelyek évek óta gyötrik az F1 franchise-t. Nyilvánvaló, hogy ez egyelőre csak spekuláció, de az EA Sports VRC elindítása egy új motorral, a Codemasters saját fejlesztésű motorja helyett, teljesen váratlan volt és nagy változást jelezhet a jövőbeni játékaikra. Az F1 sorozat már néhány éve úgy érzi, mintha egyfajta várakozási sémában lenne, miközben a PS4, Xbox One és PS5, Xbox Series XS rendszereken keresztül próbálja a legnagyobb közönséget meghódítani. Az Unreal Engine-re való váltás végre levághatná a konzolok mára elöregedett generációját, és lehetővé tenni, hogy a játék valóban új korszakba lépjen. És ugye itt írja is, hogy a VRC is Unreal Graphics Engine-t kapna. És nem fogják VRC 23-nak hívni. Jól néz ki egyébként. Ha, kemény. Lehet kemény lesz tényleg. It's not racing. It's a dirty fine left. This is hard stopping, skull shaking corners. This is gut wrenching airtime.
This is nature's wrath. Turn to left. This is near misses and almost made it. This is marginal gains. This is the very limit of control. This is the weight of history. This is greatness. Hard left over crest into early flat right. This is rally. Jó lesz, jó lesz, jó lesz, jó lesz, jó lesz. Na, ebből még lehet, akár jó is kisülhet. Nem, az a baj, Andris, az a baj, hogy nem szokott ilyen közel lenni hozzám a mikrofon, és most, hogy itt a másik monitorra beszéltem, itt volt a szám előtt, és azért tűnt hangosnak, egyébként ugye messzebb van jóval, és azért nem, na, azért nem szokott ilyen éles lenni. Hát nem tudom. Igen, itt a grafikán én sem láttam nagyon nagy Unreal Engine lenne, de 5 éves 5-year deals sees Codemasters as official VLC game series between 23 és 27. 23 és 27 között tudja, hogy ők fogják csinálni a VLC-t. Majd meglátjuk, mennyire basszák el. Na mindegy. Lesz fizikai kiadása is a F1 Manager 23-nak konzolra. Ja, a kis Leclerc Monza Pro Challenge. You think you're faster than me? Prove it. Come and race with me at Monza with EA Sports F1 23. So here we are for a lap around Monza. Very, very long straight. Then the first two corner. I normally brake right after the 150 meter board. Really important to have a really good exit out of the second corner. Again, a very long straight. You'll see that on this track. Here, turn 3-4. Very important to be very precise. Don't cut the curbs too much. That will send you too much to the outside. And same for 5 and 6. Nektek nem fura? Itt ül a szimulátor székben. Itt van előtte egy kis tévé, kb. Akkor, mint ami nekem itt van mellettem. És milyen nézetben játszik? Out of 6, very important to have a really good exit, as it's a very long straight. Sequence of 3 corner. There you can take the curve in the second one. Ez a hatodik köre volt, úgyhogy olyan sokat nem kellett menni, hogy felvegyék ezt a videót. And then the Parabolica, probably one of the most exciting corner of this track. Try and use as much track as possible on the exit, but be careful with track limits. And that is it for a lap around Monza. Hope you liked it. Race my lap time at Monza now. For a lap. Mennyit mentél? 1:20.151-et? 1:20.151. Igaz, hogy tavaly tudok megnézni. Mennyit mentem én itt az időmérőn?
Fine, but don't worry. Legyőztelek. 1.19.9.12. És mennyit mentél? Azt mondja itt 1.20.183-at mentél, Löki. Itt most meg mennyi volt? 1.20.151. 1.20.183. Hát na! Megfutottad! Megfutottad! Ennyi, meg vagy verve! Tessék, 271 ezreddel ellettél verve itt valamelyik nap. Nincs is. Nincs miről beszélni. Na! Löki-löki! Neki-löki! Jaj! Még jó, hogy lementem a Monzát, legalább így láttam, hogy mi van. Na gyerekek, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Megnéztük akkor ezt a F1-24-es konspirációt, híreket, hát majd mi igaz belőle, mi nem, majd a VRC-ből kiderül november 3-án, akkor ugye november 3 volt, ha jól emlékszem. Megnézzük azt is, természetesen, ahogy megjelenik. Már csak így, hogy mire számítottunk az engine miatt, a menü miatt, meg stb. Mert egyébként biztos, hogy rohadtul fog majd hasonlítani. Főleg így ugye, hogy megkapták 27-ig a licenszet, úgyhogy meglátjuk. Jól van. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Holnap nem vagyok, de vasárnap folytatjuk majd a menetelést. Sziasztok! Hello, 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 hello.